Most nem az egészségügyi minisztert, hanem az igazságügyi miniszter urat hallgatjuk meg. Nincs is egészségügyi miniszter. Államtitkárunk van, képviselő úr. És ezt az oltás-nem oltás vitát már többször megvitattuk, és ne vitass el azt a tényt, hogy az oltás életeket mentett. Köszönöm szépen. Meg tett is tönkre. Tisztelt bizottság, tisztelt miniszter úr, köszönöm szépen a lehetőséget. Számos kérdésem van az elhangzottakkal, illetőleg az elhangzottakkal kapcsolatban és az elhangzottakon kívül is. Az első, hogy az Orbán Balázsi fegyverletétel után én most itt egy fegyverletétel közeli állapotot hallottam a miniszter úrtól. Úgy látom, hogy rajtam kívül senkinek nem tűnt fel. Nem szó szerint fogom idézni, hanem csak a tartalmi lényegét, hogy az uniós és hazai jog viszonyáról ön azt mondta, hogy az uniós olyan hatást gyakorol, amire beszüremkedik a hazai jogba, vagy olyan hatást gyakorol a hazai jogra, hogy szinte a hazai jog már alig, vagy csak nagyon kevéssé érvényesül. Ez meglehetősen félelmetes mondat, úgy néz ki, hogy a 14 éve permanensen zajló szabadságharc az rendkívül rosszul áll, és az aggasztó az egész magyar jogrendszerre nézve. Ezzel kapcsolatban kérném a helyzet tisztázását. Itt több kérdésre szeretnék reagálni, mert mindegyik ezzel van kapcsolatban. Különösen Apáthy képviselő úr megjegyzése, ami a jogrendszeri hierarchiára vonatkozott, az, amiről én beszéltem, az a jogrendszer, a jogszabályok elburjánzását jelentette, nem pedig a szuverenitás védelmi kérdést. Fölvetődik egy alapvető kérdést az Európai Unió szempontjából, melyiknek a jognak van elsőbsége, az Európai Uniós jognak, vagy a magyar jognak. Ez egy alapvető kérdés. Én azt gondolom, és ezt képviselem mindenhol, az európai jognak az alapja az az egyes alkotmányokból ered. Tehát amit az alkotmány felhatalmazást adott az egyes országoknak, hogy a szuverenitásukat a magyar jogi megfogalmazás alapján együtt gyakorolja az Európai Unióban, arra terjed ki az Európai Uniónak a joga semmivel többre, tehát amire felhatalmazást adott, arra terjed ki. Minden más, amikor ezt a határt túllépi az Európai Unió jogalkotása, egyébként van egy ösztön benne, ami mondjuk egy természetes dolog, hogy próbálja kiterjeszteni az Európai Unió bírósága is, és az Európai Unió más intézményrendszere a jogalkotásnak a területét, az Európai Unió jogalkotásának a területét mindenféle másra. Ezeknek a határa mindig a nemzeti alkotmányokban van. Egyébként ezt a Német Alkotmánybíróság egyébként egész jól kimunkálta, és ott vannak is megfelelő válaszok, tehát a Német Alkotmánybíróságnak a gyakorlatát érdemes e tekintetben figyelembe venni, tehát Apáthy képviselő úrnak a kérdésére is válasz a tekintetben, hogy a szuverenitás védelem ezen a területen is kell, hogy érvényesüljön, tehát nem előzi meg az Európai Uniós jog a hazai jogot, nem előzheti meg. Vannak olyan területek, ahol felhatalmazást kapott az Európai Unió önálló jogalkotásra, a szuverenitását a tekintetben Magyarországgal együtt gyakorolja, azon a területen van jogalkotási lehetőség, más területen nincsen, és ezt próbáljuk is a magunk módján érvényesíteni. Ez természetesen a bíróságok és az Alkotmánybíróságnak a jogértelmezése is szükséges, de én magam egyébként jogelvi szinten ezt a kérdést vallom, tehát alaptörvény felhatalmazást ad, a felhatalmazás alapján van Európai Uniós jogalkotás, ha ez nem így lenne, akkor a szuverenitás nem érvényesülne. A szuverenitás védelmi hivatal egyébként szerintem egy nagyon fontos intézmény, ha már van integritás hatóság, akkor kell szuverenitás védelmi hatóságnak is, vagy olyan intézményrendszernek lenni, ami a szuverenitást védi. E tekintetben nyilván figyelemmel kell kísérni a szuverenitás védelmi hatóságnak a hatáskörét, hogy vajon elegendő hatásköre van-e a szuverenitás védelmi intézményrendszernek, mert jelen pillanatban információkérési lehetősége van, és együttműködési kötelezettsége fennáll, tehát a jogszabály alapján áll fenn mindenkinek együttműködési kötelezettsége a szuverenitás védelmi hatósággal, még akkor is, hogyha a hatóság egyébként nem közigazgatási eljárásban folytatja le a tevékenységét, ott nem közigazgatási eljárás van, csak szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy másfajta eljárása van, tehát nem az államigazgatási eljárási szabályok vonatkoznak rá. Ott lehet, hogy még van feladatunk az eljárási szabályok kimunkálása tekintetében, valamint a jogkövetkezmények tekintetében is, vajon mi van akkor, hogyha valaki nem működik együtt ezzel a hatósággal, van-e annak valamilyen jogkövetkezménye.
nyilván most már van valamekkora tapasztalata a működésével kapcsolatban. A következő lépés az, hogy meg kell vizsgálni, hogy ennek megfelelően képes-e betölteni a hivatal a jelenlegi jogi lehetőségei mentén a hivatását. Aztán a következő fontos kérdéskor, ami hát dönteni az elődjét és az elődjének a helyettesét érint a Mi Hazánk mozgalom által még 2021 tájékán feltárt végrehajtó maffia ügy, amelynek a részleteiben most nem szórakoztatnám az itt ülőket, hiszen akik követik a híradásokat, azok nagyjából látják, hogy hol tart ez a valószínűleg rétes tészta hosszúságúra elnyújtott ügy. Ezzel kapcsolatban két kérdés merül fel bennem, miniszter úr. Az egyik, hogy politikai lángszóróval, vagy szakmai igazságügyminisztériumi lángszóróval rendet tettek az igazságügyi minisztériumban, hiszen a maffia jellegéből adódóan és a szoborforgó cselekmények jellegéből adódóan ezt nem 2-3 ember követte el. Nyilvánvalóan a feladat megosztások miatt kellett, hogy legyenek a minisztérium, vagy akár minisztériumok különböző szintjein dolgozó, döntéshozó pozícióban lévő vezetők. Ezzel kapcsolatban történtek-e belső vizsgálatok, ezek milyen eredménnyel zárultak, hány főt érintenek és milyen következményekkel jártak. Aztán ugye a végrehajtási, vagy a végrehajtói maffiának mindig ugye az elkövető oldalát vizsgáljuk, én most az áldozati oldalra szeretnék rátérni. Van-e folyamatban a minisztériumban a végrehajtó maffia áldozatainak, kárvalótjainak kártérítésével kapcsolatos joganyag kidolgozás folyamatban, ugyanis akár polgári jogi, akár büntetőjárás keretében elmarasztalnak végrehajtókat, adott esetben olyan végrehajtók hajtanak végre végrehajtási cselekményeket, akik nem tettek esküt, akik hivatalosan, még az önök által írott jog szerint sem lehetnének önálló bírósági végrehajtók, és ezek a végrehajtók többségében, ezek az utolsó gazemberek elveszik az emberek lakó ingatlanjait, tönkreteszik az életüket, földön futóvá teszik őket, csak azért, hogy még jobban és még jobban gazdagodjanak. Ennek milyen következményei vannak? Mert a kárvallottak, a sértettek nem elégednek meg azzal, hogy adott esetben néhány évet a börtönben ülnek ezek a gazemberek. Az a kérdés, hogy akár az Inintegrum restitúció intézményének a kiterjesztésével, vagy egyáltalán alkalmazásával és vagyoni kártérítéssel felele az állam a gyakorlatilag által okozott károkért. Tehát ez rendszertanilag a bírói közigazgatási jogkörben okozott károk megtérítése a jogalkotási körbe tartozhat, amelyek ugye tízezreket vagy százezreket érintenek Magyarországon. És nem csak a inkasszálások, nem csak a jövedelmek megcsapolása, hanem ennek ugye a legsúlyosabb változata a legtöbb ember számára, a leggyakoribb esetben az egyetlen vagyontárgyat jelentő lakóingatlan árverése, árverezése, karhatalommal, sokszor készenléti rendőrséggel való földön meghúzgálása, megalázása a sértetteknek. Tehát ezek rendkívül súlyosak, és alapjaiban rongálják a magyar politika és a magyar politikai szereplők megítélését, teljes joggal persze. Tehát ez ügyben hajlandóak-e rendet tenni, és gondolkodnak-e egy kártérítés? A végrehajtási kérdéseket, amit felvetett a képviselő úr, ugye a végrehajtóknak mikor én igazságügyi miniszter lettem, akkor már nem tartoztak a végrehajtók az igazságügyi minisztériumhoz. Ott szabályozási kérdések valóban tartoznak az igazságügyi minisztériumnak a hatáskörével. Ott azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy gyorsan meg is néztem a VHT 236. szakasz első bekezdése vonatkozik a kártérítési szabályokra, tehát az lehetővé teszi a kártérítést a polgári törvénykönyvre visszautalva egyébként a polgári jogszabályai szerint, tehát ott van egyfajta felelősségi alakzat. A képviselő úrnak ezzel kapcsolatban javaslata van, hogy nyúljunk hozzá, akkor ha megküldi nekem, azt szívesen megvizsgáljuk. És ha már a kártérítéseknél járunk, legalább abban a körben, hogy visszatérve itt a COVID nevű világprojekt 2020-21-es időszakára és annak utórezgéseire, legalább az egészségügyi és rendvédelmi szakterületen, ahol az állam, a szakterületeken az állam kötelezte az ott dolgozókat az oltások felvételére, amelyek bizonyítottan akár rövid, akár hosszabb távon halálos kimenetele, vagy súlyos egészségromlásra járnak, és ezek, akiket köteleztek erre, nem kell csóválni a fejüket, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, majd mindjárt, majd, ne, a kormánypárti képviselőknek mondom, látom egy-két ilyen fejecsóválást.
Tehát azokat, akit az állam kötelezett a jogerejével, egzisztenciális függését ezeknek az emberek kihasználva, hogy ha akarta, ha nem, be kellett, hogy oltassa magát, aztán ez az ember elhunyt, vagy végérvényesen megromlott az egészsége, keresőképességét elvesztette, vagy a keresőképességét csökkent, ilyen jellegű kártérítési joganyag, intézkedés sorozat kidolgozásán gondolkodnak-e egyáltalán, a gondolat szintjéig eljutottak-e, vagy a cselekvés szintjéig, ugyanis szignifikánsan megugrott a korábban rendkívül ritkaság számba menő különböző rosszindulatú daganattípusok gyors lefolyású, gyógyíthatatlan daganatok száma jelentősen megnövekedett, és hogyha nem kellő időben ismerték fel a bajt, akkor bizony ezek a konfitársaink már nincsenek köztünk. Mondhatnám egyébként az állami kötelezésen túli oltás károsodások esetét, azt, hogy az állam beleugrasztotta, belehajszolta egy túlméretezett hisztéria keretében a magyar embereket, és most már a teljes magyar társadalomról beszélek, aztán utóbb a Pfizer és különböző egyéb oltóanyaggyártók illetékesei ismerték azt, hogy semmilyen olyan hatása nincs ezeknek a vakcináknak, amelyekről korábban állami vezetők, sokszor miniszterelnökök azt hazudták, hogy van. Ezzel kapcsolatban Magyarország élenjáró kívánna lenni, és ön, mint az ország igazsági miniszter élenjáró kívánna lenni, akár nemzetközi példát, vagy európai szintű példát mutatva, azért, hogy tetteinknek következményei vannak, az államra vonatkozólag legelső sorban, és valamilyen jogi és anyagi, legalább részleges elítéltel kapjanak ezek az emberek. A egyéb kártérítési perek vonatkozásában is, akár az egészségügyben, akár máshol ott is egyébként ennek azért egy elég kiforrott joggyakorlata van, hogy a kártérítési pereket mondjuk egészségügyben hogyan ítéli meg a bíróság. A szakértők világa, erről nem beszéltem, erről lehetne majd különbe beszélgetni, az orvosszakértők világa is és az egyéb szakértők világa is olyan, amit egyébként érdemes áttekinteni, hogy az gyorsan megfelelően képesen legyen működni, de e tekintetben egyébként van egy elég jól kialakult rend, ami az egészségügyben, vagy akár a különböző orvosok által okozott károk megtérítésére vonatkozik. Ez én úgy érzem, ugyanez a kérdéskör, tehát ha itt valakinek kára származik, akkor ebben a körben érvényesítheti, de azt egyébként vallom, hogy a oltás az jó volt és hatásos volt, és életeket mentett meg, és hozzájárult ahhoz, hogy bizony jó pár honfitársunk élete az megmenekülhetett. Szóval nagyon örülök, hogy egy baloldali képviselő társam is annyira rendkívül érzékeny a sajtószabadság, a szólásszabadság, az információk szabad eljuttatása iránt. Ezzel kapcsolatban én rögtön fel is vették egy kérdést, amelyen az ön elődje, miniszter úr egyszerűen nem akart foglalkozni. Eljuttattunk Varga Judit ex-miniszter asszonyhoz különböző anyagokat, a Facebook, a Meta, a Google teljesen szabályozatlan működésével kapcsolatban. Nem tudom, az elfogultságomtól függetlenül sem tudom, vagy azon túl, mert nem tudom megkerülni annak a felvetését, hogy önök, mint a rossz focista közelről nézik a meccset alapon, egyszerűen nem akarnak lépni ezekkel a hatalmas giga tech cégekkel szemben. Közelről nézzük azt, hogy gyakorlatilag a Magyarországon való perelhetőségük, az a magyar emberek érdekérvényesítő képessége a nullához konvergál, és ezen láthatólag önök sem akarnak változtatni. Az, hogy ezek a cégek nincsenek bemomva a közteherviselésbe, az külön botrány, de az, hogy olyan mértékben avatkoznak be a magyar választások végeredményében, amelyet egyébként Zuckerberg úr az Egyesült Államokban nemrég el is ismert, tehát egy beismerő vallomást. Magyarországon a jelenlegi kormánypártoktól egyetlen jobbráálló politikai pártnak, a Mi Hazánk Mozgalom elnökének a Facebookon való és az Instagramon való megjelenését 5,5 éve megakadályozzák. 220 ezer követői létszáma rendelkező Facebook oldalt töröltek, nem gyenge nemzetközi szélső baloldali behatása, erről utóbb bizonyítékok is kikerültek. Torockai László pártelnök jogerősen pert nyert Instagram oldala visszaállítása kapcsán a Metával szemben, nem hajlandóak visszaállítani, nem hajlandóak érvényt szerezni. Ha már az önálló... Értjük a sérelmeit, de bocsánat, az előző elnézést, az olyan ügyről beszélek, amelyel az előző igazságügyi miniszter asszony nem volt hajlandó foglalkozni. Úgyhogy ezt nem tudom ettől rövidebben összefoglalni. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban készül-e jogalkotás, és nem csak a Mi Hazánk pártelnökének esetére, hanem egyébként valamennyi ez hasonló esetre gondolok. Sajtószabadság. Ugye a Varga Judit annak idején meg kell védenem.
hivatali elődömet, mert nagyon sokat foglalkozott ezzel a kérdéskörrel, akkor ugye még nem volt eltekintetben egy uniós szabályozás, hogy hogyan lehet a hazai jog területén védelmet alkotni, és egy munkacsoportot is létrehozott, sőt a nemzetközi térben és uniós térben is sokat mozgott ebben a kérdéskörben, és az ő munkásságának is az eredménye az, hogy most van már egy uniós szabályozás, ennek majd meglátjuk, hogy a gyakorlatban hogy lehet érvényt szerezni, hiszen tipikusan az a kérdés, amit csak uniós szinten lehet megfelelően szabályozni, hiszen ha nem hagyja végre, nem hagyja végre, hogy mert is mondta, van egy bíróságítélet, nem hagyja végre, annak azért az gond, ha nem hagyja végre, de a kikényszeríthetőségét uniós szinten lehet érvényesíteni. A mostani szabályozás szerint egyébként, ha ilyen típusú panasz van, akkor a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz lehet fordulni, aki megkeresi a szék, az Európai Unióba bejegyzett cégnek a székhelye szerinti másik hivatalt, mondjuk a Meta esetében Írországot, és az ír hivatalnak van kötelezettsége intézkedni a mondjuk a Metával szemben egy ilyen típusú esetben, amit ön is felvetett. Ajánlom figyelemébe, de hogyha esetleg szükséges, tartja szívesen adunk tájékoztatást arra, hogy ez hogyan működik most az Európai Uniós új szabályozásnak, ez egy viszonylag új szabályozásnak a tükrében. Ez, ha nem is rendezett kérdés, mert egyáltalán nem rendezett kérdés, amíg a működését nem látjuk, de ismét az Uniónak legalább volt itt egy próbálkozása a tekintetben, hogy ezt a kérdést valamilyen formában kezelje. Aztán egy kicsit más vizekre is evezzünk, a bírói és az ügyészi szervezet rendszer létszám gazdálkodásával kapcsolatban, ha nem most, akkor még 15 napon írásban tud-e tájékoztatást adni, ugyanis én folyamatosan azt hallom a bíróságok és az ügyészségek részéről, és nem is siránkozások szintjén, hogy folyamatos a létszámhiány, rendkívül túlterheltek a bírák és az ügyészek. Ezért húzódnak el sokszor évtizedes táblatban az egyes polgár és büntető eljárások, és az anyagi megbecsültség és az egzisztenciális függetlenség is csorbát szenved. Rendkívül alacsonynak tartják a kezdő bírói és ügyészi fizetéseket, és aztán az előmeneteli rendszer magasabb szintjein sem olyanok már a fizetések, amelyek a jelenlegi inflációs környezetben valódi anyagi függetlenséget biztosítanának a bíráknak és az ügyészeknek, amely egy kulcsfontosságú, például a korrupció elleni harc szempontjából is. Bírák, ügyészek létszáma, ugye ez részben kormányzati kérdés, részben a bírósági hivatal, illetve a tanácsnak a kérdésköre is, illetve az ezzel kapcsolatos javazalmazási kérdések. Itt utaltam rá, hogy itt van egy egyeztetés közöttünk. Nincs olyan mondjuk Magyarországon, hogy önmagában bíró hiány lenne. Az lehetséges, hogy az elosztása a bíróknak nem megfelelő, valahol kevesebb munka van, ahol több munka van. Ez egy szervezeti és szervezési kérdést jelent. Egyébként a bírók száma, hogyha össze akarjuk hasonlítani a feladatokat és az európai átlagot, egyébként nem egy alacsony számú bírósági rendszerrel és ügyészségi rendszerrel működik Magyarország, tehát nem nincs alatta, sőt, fölötte van a hasonló feladatkörre rendelkező hasonló működési szisztémával dolgozó országoknak, mondjuk az angolszász világ egy egészen más világ, de mondjuk a kontinentális joggal dolgozó világban ilyen típusú probléma nincsen. De utaltam rá, hogy a működési modell az, hogy hatékony legyen, alkalmazkodjon a kor kihívásaihoz, na erről van mit tárgyalni, és ezért is ülünk le, és egyeztetjük át, hogy összességében mit kell tennünk annak érdekében, hogy a bírósági rendszer egy folyamatosan javuló, jobb bírósági rendszer legyen. Miniszterelnöki ígéretet kaptunk arra, hogy a készpénz használat alkotmányos védelmét ez az országgyűlés meg ebben a ciklusban garantálni fogja. Ez azért döntően az igazságügyi minisztérium szabályozási tárgykörhez tartozik, mert azért mégsem olyan egyszerű ez, hogy két mondatot az alaptörvénybe beemelünk, ezért jóval összetettebb. Ezzel kapcsolatban kaptak-e miniszter úr a miniszterelnöktől utasítást arra, hogy egy ilyen jellegű szabályozást kidolgozunk, és megnyugtatóan védelem alá helyezzük határozatlan időre a készpénz használatot Magyarországon. A
Készpénz használattal kapcsolatos kérdéskört, nyilván van itt egy alaptörvény módosítás, amit elő is terjesztettek ebben a kérdéskörben, és persze folyamatosan figyelni kell, hogy az alaptörvénynek vannak olyan szakaszai, amit hozzá kell igazítani a kor kihívásaihoz. Hát nézzük meg ezt is nézzük, és vizsgáljuk is ezt a kérdéskört. Bonyolult kérdéskör, van nemzetközi gyakorlata is, van a szlovák példa, és még mások, akik egyébként foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel. Itt figyelemmel kell lenni valóban arra, hogy milyen egyéb szabályozók vannak, még pénzügyi szabályozók a világban, aminek a részesei Magyarország is. Ebben is ott legyünk, de egyébként egyetértek én alapvetően ezzel, hogy még a jogállamenti létszébe is egyszer belemeltünk, de ezt most kifeszíteni ennek a mostani megbeszélésnek a kereteit. A tavalyi évben, a 2023-as évben részben persze energiaügyi miniszteri oldalról, részben ez még csak a igazságügyi miniszteri vagy minisztériumi szabályozási oldalról számos kérdést vetett fel, és egy nagyon érdekes pingpongozás folyt a háztartási méretű napelemes rendszerek ügyében. Ezzel kapcsolatban számíthatnak-e az érintettek, legalábbis a háztartási szegmens ebben az évben valami furfangra vagy valami szenzációra, hiszen itt azért egy szélesebb kör megnyerte a 10 évig tartó éves elszámolás egészen kivételes lehetőségét. Létezik-e bármilyen ezzel ellenkező akarat vagy szándék önökben, amely ezeket a szintén 100 000-es nagyságrendű létszáma honfitársaságnak érintő előzetes számításokat keresztülhúzhatja? Napelemek kérdéskör, ez valóban nem az igazságügyi miniszter hatáskörébe tartozik. Egy dolgot azért szeretnék leszögezni, hogy ami jogot valaki e tekintetben megszerzett, azt a jogát azt senki nem fogja elvenni, tehát az a jog az megmarad. Tehát ezt mindenképpen szeretném leszögezni. Ha e tekintetben bárkinek félreértése volt, akkor ezt a félreértést el kell oszlatni, a jog fennáll, és a jog megmarad. Ugye az, aki megszerezte a 10 éves jogosultságot, annak a 10 éves jogosultsága biztos, hogy megmarad. Talán ez a bizottsági és a miniszteri meghallgatási kiváló lehetőség arra is, hogy adott esetben tévhiteket, tévképzeteket és a közösségi platformokon futótűzként eredő tévképzeteket és pánikokat tisztázunk, illetőleg esetlegesen elfolytsunk. A legutóbbi az az e-tulajdoni lapokkal kapcsolatos. Én magam azt gondolom, hogy nem annyira rossz a helyzet, mint amennyire egyre több honfitársunk gondolja, de azért most egy egyenes kérdés egymás válasz keretében ezt tisztába tehetjük. Felvetődött a honfitársainkban, vagy jelentős számú honfitársunkban, hogy az e-tulajdonlap, az e-ingatlan nyilvántartás térnyerése az hamarosan kizárólagos jelleget fog ölteni, és sokan attól tartanak, hogy nem egyszerűen a fizikai, tehát papírra történő kinyomtatása az e-tulajdoni lapoknak, vagy az e-térképeknek az korlátozás, vagy esetleg tiltás alá kerül. Én magam próbálom juttatni a kedvéket, hogy ez gyakorlatilag elképzelhetetlen, legalábbis számomra ez elképzelhetetlen. Tehát az e-nyilvántartás lehetőségein túlmenően továbbra is megmarad a magyar embereknek a joga és lehetősége arra, hogy hiteles dokumentumokat kinyomtatva papír alapon is tudják bizonyítani az adott külterületi vagy belterületi ingatlanhoz vagy ingatlanokhoz fűződő tulajdonjogokat, haszonélvezetőjogokat és egyéb jogosultságaikat, már csak azért, hogyha ezek az e-rendszerek összeomlanak, amire azért időnként találunk példákat, akkor a hagyományos papíros vagy papír alapú bizonyíték ott legyen a magyar embereknek arra, hogy a tulajdonokat és más jogosultságot tudjanak bizonyítani. Ugye elektronikus ingatlan nyilvántartás, itt csak annyira szeretnénk, mert ez nem tartozik az igazságügyi minisztérium hatáskörében, a közhiteles nyilvántartások kérdésköre igen, ezért fontosabb felvetése, hogy nem mindegy, hogy mi közhiteles, és a példa az egyébként jó volt, bár ez a példa, amit éppen mondott, az rendezve lett, mint kérdéskör. Ugye arról van szó, hogy az erdő nyilvántartás és az ingatlan nyilvántartás tekintetében két külön nyilvántartásunk volt, mind a kettő közhiteles nyilvántartás, és ezek nem találkoztak egymással. Ezt a kérdést még jó pár évvel ezelőtt kezeltük, és az új ingatlan nyilvántartási törvény hatályba lépésével ez teljes egészében megoldódik. Ugye itt többféle problémát kellett kezelni. Az erdőfogalom ott nem ugyanaz volt, mint az erdőfogalom az ingatlan nyilvántartásban. A vége az lesz ennek, hogy ami az ingatlan nyilvántartásban szerepel, az van az erdővel kapcsolatban. Az új ingatlan nyilvántartást az úgy kell elképzelni, mint egy ablakot, azon benéz az ember, és azon keresztül mindent lát, ami az ingatlanhoz kapcsolódik, és ami van az ingatlan, az van, ami nincs, az nincsen. Ez lesz az új elve, ez fog jövő évtől kezdve működni egyébként Magyarországon.